Jó napot kívánunk, tisztelettel köszöntünk mindenkit. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és türelemmel várták a konzultáció végét. A mai napon a miniszterelnök úr a Nemzetgazdasági Miniszter Társaságában konzultációt folytatott a nagy munkadói, illetve munkavállalói szervezetek vezetőivel. Az egyeztetésen Demján Sándor elnök úr, a Vállalkozók és Munkaadók Országos Szövetségének elnöke, Futó Péter úr, a Gyáriparosok Szövetségének elnöke, Gaskó István úr, a Liga Szakszervezetek elnöke, és Palkovics Imre úr, a Munkástanácsok elnöke vett részt. Most arra fogom kérni miniszterelnök urat és elnök urakat, hogy tájékoztassák önöket a konzultáción elhangzottakról. Miniszterelnök úr, parancsoljon. Tisztelettel köszöntöm önöket, jó napot kívánok! Megpróbálom itt a jegyzeteimből visszaadni a legfontosabb pontokat. Ugye az én feladatom az az volt, hogy létre tudjon jönni a nemzeti konzultáció keretében egy újabb találkozó, ahol Magyarország megújulásáról, annak legfontosabb kérdéséről tudunk beszélni a munkavállalói szervezetek és a munkaadói szervezetek egy-egy kiemelkedő szereplőjével. Ezen a megbeszélésen én igyekeztem fölvázolni azt a tágasabb vagy szélesebb horizontot, ahol most a gazdaság kérdéseit el kell helyeznünk, és amiben a gazdaság kérdéseire megoldásokat kell találnunk. Röviden, kellő szerénységgel, de azt kellett mondanom a jelenlévő uraknak, hogy olyan alapvető változásokat szeretnénk véghez vinni Magyarországon, amelyeket 20 év alatt nem vittünk véghez. Ha csak egy gyors listát csinálunk, akkor mindenki láthatja, hogy napirenden van az adórendszer megújítása, a nyugdíjrendszer megújítása, egy új közoktatási és felsőoktatási rendszer, egy új egészségügyi rendszer, egy új közigazgatási rendszer, új önkormányzati rendszer és egy új igazságszolgáltatási rendszer kiépítése. Az ő során az ezeket megalapozó és az új rendszert keretbe foglaló törvényeket fogja megalkotni a parlament, illetve a magyar politika. Ebből jól látható, hogy szinte emberfeletti vállalkozásról van szó, de elmondtam a partnereinknek, hogy ennél kevesebbre nem érdemes vállalkozni, ugyanis nincs több időnk. Úgy látjuk, hogy az európai időszámítás, vagy másképpen fogalmazva a történelem, nem ad több haladékot Magyarországnak arra, hogy elvégezze azokat a változásokat, amiket eddig nem vitt véghez. Úgy is fogalmazhatnék, hogy nekünk most nagyjából egyszerre kell megcsinálnunk azt, mint ami 20 éven át nem sikerült. Konkrétan tárgyaltunk az új munkatörvénykönyvéről. Örülök annak, hogy az álláspontok közeledtek. Erről az urak részletekbe menően is fognak beszélni. Én csupán azt húzom itt is alá, hogy nekünk mindenképpen egy új munkatörvénykönyvére van szükségünk, mert az előző munkatörvénykönyv nem segített abban, hogy Magyarország képes legyen elfogadható szinten tartani a munkanélküliséget. A munkanélküliség 11% fölé csúszott, és az most hatályban lévő munkatörvénykönyv nem segített abban sem, hogy a munkatársadalmi megbecsülése az megmaradjon. Az elmúlt időszakban ez folyamatosan leértékelődött. Nekünk egy munkaközpontú törvénykönyvre, egy munkaközpontú munkatörvénykönyvre van szükségünk, amely a munkahelyeket megvédi, új munkahelyek teremtését segíti elő, védelmet biztosít a munkavállalóknak ott, ahol valóban a munkavégzés során védelemre van szükségük, és közben hozzásegít ahhoz bennünket, hogy Magyarországon a munka ismét felértékelődjék, a munkát, a fizikai és a kétkezi munkát is megbecsüljék ebben az országban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, természetesen beszéltünk arról is, hogy a jövőben milyen keretekben szeretnénk egymással egyeztetni, erről is majd talán hallunk részleteket. Én megismételtem azt, hogy az átalakításnak a kulcspontja, a gazdasági átalakítás kulcspontja az adórendszer megújítása. Egyetértettem és elfogadtam azt az álláspontot Demján Sándor úr és Gaskó István úr részéről, hogy az adórendszer átalakítása úgy kell, hogy megtörténjen, hogy az garantálja, hogy közben, miközben az adórendszer arányos lesz, áttekinthető és egyszerű, senkinek sem csökkenhet a jövedelme. Beszéltünk is ennek részletkérdéseiről, és azokat a megoldási javaslatokat, amelyeket majd 28-án a parlament elé fogunk tárni, azoknak részletkérdéseiről itt most már érdemben tudtunk beszélni, és fogunk is még a jövőben.
Fontos téma volt a fekete gazdaság visszaszorítása, mert hogyha az adórendszer arányos, alacsony, egyszerű és áttekinthető, akkor elvárható, hogy azt mindenki fizesse is be. Ezért kértem mind Demján Sándor urat, mind pedig Gaskó István urat, hogy segítsenek a kormánynak abban, hogy az adózás körüli visszaélések kiskapuit be tudjuk zárni a következő időszakban. A nehézségekről is beszéltünk, nem kell azt nekünk véka alá rejteni, hogy Magyarország számos nehézséggel küzd, nem kedvező körülményeket rendelt a sors számunkra, amikor a múlt hibáit ki kell javítani. Ne felejtsük el, hogy a múltnak olyan hibáit kell kijavítanunk, amelyeket még a gazdasági békeidőkben követtek el. Ma pedig nem békeidő uralkodik az európai gazdaságban, hanem egy kiterjedt európai válság viharai közepette éljük a napjainkat. Európa nagy bajban van, erről sem érdemes szégyenlősen beszélni, inkább beszéljünk egyenesen és nyíltan. Európa nem csak nagy bajban van, hanem egyhamar nem is fog kilábalni ebből. Ezért nekünk egy tartós válság környezetben kell végrehajtanunk azokat az átalakításokat, amire Magyarországnak szüksége van. A jövőt azért nem látom fényesen, mert nem elég, hogy eladósodtak az Európai Unió tagállamai, hanem számos, sőt a legtöbb ország esetében az adósság még ma is növekszik. Magyarország egy viszonylag szerencsés helyzetben van, mert ezelőtt egy évvel végrehajtottunk egy gazdasági fordulatot, amelynek eredményeképpen az államadósságot csökkenteni tudjuk, már pedig kétfajta ország lesz a jövőben. Az, aki nem tudja megfékezni és csökkenteni az államadósságát, és ezért egyre közelebb kerül a görög ösvényhez, és lesznek azok az európai országok, amelyek megfékezik, megállítják, majd csökkentik az államadósságukat, és így akiknek lesz esélyük arra, hogy egy válság környezetben ugyan, de mégis a gazdasági növekedés felé tudjanak fordulni. Magyarországnak minden esélye megvan arra, hogy a második csoportba tartozzunk. Demján Sándor úr rendszeresen munkabékét szokott emlegetni, Gaskó István úr pedig a megegyezés fontosságát szokta mindig elmondani a nyilatkozataiban. Én most elmondtam az uraknak azt, hogy meggyőződésem szerint azt a hatalmas küzdelmet, amit ebben a válságkörnyezetben meg kell vívnunk, csak együtt tudjuk, közösen tudjuk sikerrel megvívni. Ezért ki kell állni egymásért is, meg ki kell állnunk Magyarországért is, és a mai időkben azt tartom helyesnek, hogyha a munkaadók és a munkavállalók is elsősorban magyar emberekként tekintenek egymásra, még akkor is, hogyha természetes, hogy vannak közöttük és vannak közöttünk érdekellentétek. De most nem csak a saját érdekekért kell kiállni, hanem egymásért is. Ennek jegyében üdvözlöm a találkozó során létrejött megállapodásokat. Köszönjük szépen, miniszterelnök úr, és most Gaskó elnök úr következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az elmúlt órákban a miniszterelnök úrral és a munkáltatók képviselőjével nagyon fontos beszélgetésen, tárgyáson vettünk részt, hiszen, mint ahogy a miniszterelnök úr is érintette, szót váltottunk a munkatörvénykönyv, az új munkatörvénykönyv a napjainkban folyó tárgyalásairól, és ami nagyon fontos, hogy a miniszterelnök úr megerősítette azokat a véleményeket, amelyek összecsengnek a háromoldalú tárgyaláson a Nemzetgazdasági Minisztérium, a munkaadók és a munkavállalók között. Ennek megfelelően megerősítést nyert a miniszterelnök úr részéről, hogy a munkatörvénykönyv átalakítása, vagy ha úgy tetszik, az új munkatörvénykönyv bevezetése nem jelenthet a munkavállalók számára keresetcsökkenést. Ennek a biztosítására minden technikát föl kell használni, és valójában az emberek nem lehetnek vesztesei ennek az átalakításnak. Egyetértettünk abban, hogy a versenyképesség fokozása mindannyiunk, az egész társadalom számára nagyon fontos, és a munkavállalók természetesen ehhez képesek hozzájárulni akkor, ha a munkavállalói biztonság ezzel paralel nem csökken. A munkatörvénykönyv napirenden lévő kérdéseit ennek megfelelően tárgyaljuk, és a már említett egyetértés mellett nagyon fontos kérdésekben sikerült előre haladni a tárgyalásokon, amelyek a mai tárgyaláson megerősödtek, hogy például a szabadságrendszer nem változik a jelenlegi munkatörvénykönyv szabályaihoz képest, sőt a munkavállaló által uralt szabadságnapok száma növekedni fog. Megállapodtunk abban, bár nyilván kompromisszumok kellenek hozzá, hogy a túlmunka a rugalmassághoz, a szezonalitáshoz
fontos kérdés, és ennek fölhasználása a társadalom, illetve a vállalkozásoknak, valamint a munkavállalóknak is egyformán érdeke lehet, és ezért a jelenlegi törvényi szintű 200 órás szabályozást, felső plafont 250-re emeli az új munkatörvénykönyve. Sikerült abban is megállapodni, hogy a felső végét a kollektív szerződési szabályozásban előírható 300 óra viszont nem fog emelkedni. Nagyon fontos a munkavállalók számára az, hogy a törvénytervezetben korlátlan munkavállalói kártérítési felelősség korlátozásra kerül a háromoldalú tárgyalásokon, és ezzel a miniszterelnök úr egyetértett és azt megerősítette, hiszen a korlátlan felelősség élethelyzetek kilátástalanná tételét eredményezték volna, és így a háromoldalú tárgyaláson kialkutott törvény szerinti 4 havi átlagkeresetnek megfelelő kártérítés és kollektív szerződésben ezt 8 hónapra emelve egy megállapodás jött létre, ami megerősödött a mai tárgyaláson. Nagyon fontos mindenki számára, hogy a munkavállalónak való munkáltató általi rendes felmondásnál a bizonyítási teher nem fordul meg, mint ahogy ezt a tervezet előírja. Továbbra is a munkaadó kötelezettsége lesz az, hogy igazolja, hogy az elbocsátás okául megjelölt érvek azok valósak. Nagyon fontos, hogy a munkahelyeken egy munkáltatónál egy kollektív szerződés keletkezzen. Beszéltünk még persze több részletről is, amelyek a háromoldalú tárgyalást követően nyilvánosságra kerültek, és egy dolog sem dőlt meg a mai napon, ami számunkra azért fontos, hogy a miniszterelnök úr a Nemzetgazdasági Minisztérium által lebonyolított tárgyalásokon és az ott létrejött egyetértéseket nem írta fölül. A kollektív fejezetének a munkatörvénykönyvében még viták vannak. Egy dolog viszont ma eldőlt, hogy annak egyetlen egy pontja sincs bebetonozva, mozgástér van a tárgyalások hátralévő részében, a szakszerti jogok kérdésében is mozgástere van a tárgyaló partnereknek, és természetesen a kollektív szerződés kötés különféle technikái is a következő tárgyalásokon közelíthetők, illetve azok sincsenek bebetonozva. A tárgyalások másik nagy témája volt az egyeztetési rendszer továbbvitele, vagy az új egyeztetési rendszer a versenyszférában megalkotása. További gondolások, átgondolások szakértői tevékenységre van még szükség, és a végleges formáció, az egyeztetés végleges formációja a következő időszakban vihető megállapodásra. Én a mai napot eredményesnek, értékesnek tartottam, és azt remélem, hogy a jövőben is lehet módot találni arra, hogy ez a szintű, az ilyen típusú egyeztetések létrejöjjenek, és ott eredményeket lehessen elérni. Nem volt ugyan programba véve, de szóba került a pénteken bejelentett költségvetési csomag, amelyben természetesen a megítélések és a szakmai pontosítások utáni vélemények további egyeztetést igényelnek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, elnök úr. Most pedig Demján elnök úr következik. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Én elvileg rövidebben mondhatnám, mert a miniszterelnök úr és a Gaskó úr sok mindent elmondott. Én, hogy a miniszterelnök úr mondott a ország átalakításáról, a sajtó elő tudja venni, 2003. május végén megjelent velem egy interjú a Népszabadságban, hogy vészhelyzetben a magyar gazdaság. Ugyanazokat az átalakításokat az unióba való belépés előtt javasolta a Vállalkozók Országos Szövetsége, még akkor azzal is, hogy ne menjen a parlament szabadságra. Mert ha nálunk minden rendben van, akkor nem a nekünk kell az unióba belépni, az unió lépjen be hozzánk. Ez egy nagy elmaradás volt, sajnos, hogy abba leírt vagy elmondott következmények Magyarországon bekövetkeztek. Én azt gondolom, hogy a munkaadók részéről a mi álláspontunk az, hogy erős szakszervezeti mozgalomra van szükség, és érdekegyeztetésre, és folyamatos párbeszédre, ezért üdvözöltük azt a megállapodást, hogy 3 havonta a nemzetgazdasági miniszterrel, a szakszervezetekkel együtt
leülünk, és fél évent a miniszterelnök úr vállalta, hogy közvetlenül feléje tehetünk javaslatot. Ez egy formája. Ez nem a klasszikus tripartit egyeztetés, amire azt kértük a kormányt, hogy gondolja végig, de egy folyamatos egyeztetés és párbeszéd, és én ezt rendkívül fontosnak tartom. A munkaadók részéről a megjelent tervezetnél rögtön annak az oldalára álltunk és kezdeményeztük, hogy a kismamák felmondási védelme az alapvető legyen, meg a védett koré, abból az elvből, hogy a magyar tőke tulajdonosok abba érdekeltek legfőképpen, hogy legyen munkaerő, utánpótlás és az ország gyarapodjon, ahol születésszám csökkenés van, és nincs meg a munkaerő utánpótlás, azt az országot egy unión belül asszimilálják, az eltűnik. És ezért ehhez alapvető érdekeink fűződnek. Azt gondolom, hogy a szakszervezetekkel való egyeztetésnél az erős szakszervezetek, mint mondtam, abba vagyunk érdekeltek. Maradt néhány nyitott kérdés, abba is meg fogunk tudni egyezni. Tehát egy megegyezéses álláspontot tudunk továbbvinni, amiből a parlament majd a megfelelő döntést létrehozhatja. Külön kérésünk volt a termelésbe résztvevő, úgynevezett a fizikai munkába megizzadó, és nem a fitness klubba megizzadó ember tisztelete. Ugye ez hiányzik a társadalomból, amikor engem mindig azzal vádolnak, hogy művészetellenes vagyok, akkor én csak az arány számokra szeretném felhívni a figyelmet. A társadalomban, a termelésben résztvevőknek az aránya, a reálszférában résztvevőknek az aránya, az egy társadalmi megbecsülésen keresztül is növelhető. Ebből adódóan szorgalmaztunk olyant, amiben lesz majd egy egyeztetés, hogy a termelésbe közvetlenül résztvevők társadalmi elismerés és kitüntetési rendszere meglegyen, mivel úgy gondoljuk, nem lehet, hogy egy szűk elit a állami elismeréseket kisajátítja magának. Többről szól az ország. Ez az én véleményem, és hát lehet akkor ugye, tőlem is, meg a többitől is kérdezni. Köszönjük szépen, elnök úr! Akkor, mivel mi magunk nem szeretnénk lenni az akadályai a híradós tudósítások elkészítésének, ezek két-három kérdést tudunk nézni. Béla, parancsolj, és akkor utána pedig Gergő. Jó? MTV, TV2, egymásnál. Parancsolj. Szilágyi Béla, MTV híradó. Miniszterelnök úr mondta, hogy az átalakítás kulcspontja az adórendszer átalakítása, és ennek úgy kell megtörténni, hogy senkinek a jövedelmének nem szabad, hogy csökkenjen. Hogyan lehet ez garantálni, hogyan lehet ez biztosítani? A másik kérdése pedig, elnézést, hogy rosszul értettem, de azt mondta, hogy a fekete gazdaság elleni fellépésben kéri a munkavállalók és a munkaadóknak a segítségét is. Milyen értelemben? Ami a második kérdést illeti, ezelőtt néhány nappal a parlament előtt bemutattam az országvédelmi akciótervet, aminek az egyik része az adóhivatal jogosítványainak megerősítéséről szólt. Nézzék, a következő a helyzet. Nagy viták vannak Magyarországon, de a kormány elszánt és eltökélt a tekintetben, hogy olyan adórendszere legyen Magyarországnak, amely Európában az egyik, vagy ha lehet a legalacsonyabb kulcssal dolgozik, arányos, nem bünteti, hanem biztatja az embereket a munkára, elismeri a gyermeknevelés költségeit, tehát családi elemeket is magába foglal, és a vállalkozásokat is, a kezdeményezéseket is bátorítja. Ezért létrejött Magyarországon a 16%-os arányos adórendszer. Ez egy nagyon alacsony adókulcs. És azt gondolom, hogy innentől kezdve joggal várjuk el egymástól. Tehát a közösség minden tagja joggal várja el a másiktól, hogy viszont ennek az adókötelezettségnek, adófizetési kötelezettségnek tegyen eleget. Innentől kezdve az a régi magyar történet, ami arról szólt, hogy teljesen elfogadható, sőt időnként társadalmi elismeréssel övezett dolog az adófizetés kijátszása, mostantól kezdve ez nem fogadható el. Mert korábban ennek a kiskapukereső adófizetést elkerülő magatartásnak az volt az indoka, hogy olyan adórendszer van Magyarországon, amiben nem lehet kiigazodni, egy általános műveltséggel rendelkező ember nem érti meg, és olyan magas az adóteher, amit nem lehet befizetni, mert egyébként tönkre mennek a családok meg a vállalkozások. Most mind a két ok megszűnt.
Az adórendszer egyszerű, világos és áttekinthető, a kulcsa pedig Európában a legalacsonyabb. Innentől kezdve tehát nincs többé Magyarországon össznépi játék, ami arról szól, hogy ki az ügyesebb az adórendszer kijátszásában. Ez többé nem fogadható el. Lehet, hogy eddig erre lehetett indokokat találni, de mostantól kezdve ez a másik ember becsapásával azonos. Ezért arra kértem a szakszereteket is, meg a munkaadókat is, amikor a kormány megteszi azokat a lépéseket, amelyek az adófizetés betartatása érdekében szükségesek, például az adóhivatal működésének megerősítésére gondolok, néhány új jogosítvány megadására, akkor azt ne ellenszenvvel és elutasítással fogadják, hanem ennek az össznépi megállapodásnak a keretében értelmezzék, vagyis hogy arról egyeztek meg a magyarok, hogy egyszerű, alacsony adókulcsot fogunk működtetni, de azt mondom, mindenki be fogja fizetni. Én korábban is elmondtam, hogy a magas adókulcsokat, azokat a gazdagok mindig kijátsszák. A több kulcs, meg a magas adókulcs, az a középosztály csúcsa. A gazdagok kikerülik, meg elköltségelik. Ezért van szükség arra, hogy arányos legyen, egykulcsos és alacsony. Ez a középosztályt segíti elsősorban, és ha jól csináljuk meg az adórendszert, akkor a szegényebbeket is hozzásegíti ahhoz, hogy tudjanak csatlakozni a középosztályhoz. Most ezért itt következik a második kérdés. Ha megengedi, hogy az adóról ebbe az irányba lépjek tovább. Ismertettük azt a megoldást, amit a kormány a legutóbbi ülésén már elfogadott, de utolsó részleteiben is kidolgozott formában 28-án hagy majd jóvá, és nyújt be a parlament elé, hiszen szeptember végéig be kell nyújtanunk a költségvetést, amely arra vonatkozik, hogy milyen technikai megoldásokat hozunk létre annak érdekében, hogy az adórendszer végleges arányosítása során senki se járjon rosszabbul. Ugye itt van előttünk az előző év tapasztalata. Magyarországon egyébként egy elég jelentős bérnövekedés történt ebben az esztendőben. Ennek ellenére is hosszú küzdelmek kellettek ahhoz, még el tudtuk érni azt, hogy az állami szektoron belül, az állami szektoron kívül megtörténjenek azok a béremelések az alacsonyabb jövedelműeknél, amelyek egyébként az adórendszer átalakítását ellensúlyozták. És még így is azért maradt egy-egy, ha kisebb lyuk is, de még maradt. Tehát ezeket a tapasztalatokat most összegeztük, és arra jutottunk, hogy most egy olyan kompenzációs rendszert építünk föl, ami garantálja azt, egy több elemből álló kompenzációs rendszerről van szó, amely garantálja azt, hogy egyetlen ember sem kereshet kevesebbet az adórendszer végleges átalakítása, vagy az átalakításának véglegesítése eredményeképpen, mint korábban. Ezeket az elemeket azért ismertettem itt most az ülésen, többek között Gaskó elnök úrral is, mert a tervezet ismerete nélkül csak a korábbi viták vágányát követve jelentek meg olyan vélemények a következő évi költségvetésről, amelyek nem felelnek meg a valóságnak, és szerettem volna bemutatni Gaskó elnök úrnak is, meg Demján elnök úrnak is, hogy a kormány rendelkezik azzal a szakmai megoldással, amelyel az arányos adórendszert úgy tudjuk véglegesíteni, hogy azzal senki nem jár rosszabbul. És sőt, megteremtjük a lehetőséget, hogy mindenki előrébb léphessen. Ezt még egyszer mondom, 28-án véglegesíti a kormány, és még a hónap végéig benyújtjuk a parlament elé, tehát ismert lesz, sőt az is lehet, hogy addig még egy-egy alkalommal informális keretek között a jelenlévő szervezetek képviselőivel még egy-egy egyeztetési kört a gazdasági minisztérium fut is. A lényeg az, hogy a megoldás megvan, mindenki ebből a szempontból megnyugodhat. Én továbbra is azt állítom, hogy Magyarország jövője a munkában van. Ha Magyarország nem lesz egy termelési hely Európában, hanem lesz egy termelési központ, de legalábbis termelési regionális központ Európában, akkor a magyaroknak egész egyszerűen nincsen jövőjük a következő 15-20 évben. Ezért nekünk minden intézkedésre szükségünk van, ami a magyarokat munkára ösztönzi, illetve világossá teszi a magyarok számára, hogy többet dolgozni az előnnyel jár. Ezért van szükség egy új adórendszerre, ezért van szükség az állam méretének csökkentésére, és ezért van szükség egy olyan új munkatörvénykönyvre, amely rugalmas, támogatja a munkát, de úgy, ahogyan Gaskó elnök úr ezt itt képviselte, hogy akkor garantálja az embereknek, hogy ez a rugalmassá tétel nem jár a jövedelmük csökkentésével. Így állnak össze a mozai kockák egy teljes képé. Köszönöm. Még egy kérdés, Gergő, parancsolj, Rossonci Gergő, TV2.
Jó napot kívánok, Vasonci Gergely vagyok a TV2 Tények című műsorától. Én is csatlakoznék az előző kérdéshez, miniszterelnök úr, annyiban, hogy értem persze, hogy 28-án véglegesítik ezt a kompenzációs rendszert, de lehet-e tudni, hogy a minimálbér emelése szerepet fog ebbe kapni? Azt lehetett ugye hallani, hogy az adórendszer átalakítását az kompenzálhatná elsősorban, hogyha a minimálbér megemelkedne egy bizonyos mértékben, illetve hogy hogyan látja, biztosíthatóan, hogy a vállalkozások az ajánlott béremelést azt érvényesítsék, és ezt, hogyha kiegészítő kérdésként Demján elnök úrtól is kérdezném, hogy a vállalkozásoknak lesz-e forrása arra, hogy az esetleges béremeléseket azokat megtegyék. Köszönöm szépen. A minimálbér emelése szerepel a tervek között, hogy akkor a minimálbér emelésének elviselhető keretek között kell maradni, tehát a vállalkozásoknak az bírniuk kell. Olyan minimálbér emelés, amely egyébként gyárbezárásokkal vagy kis- és középvállalkozások megszűnésével jár együtt, nem szabad vállalni, mert annak nincsen semmi értelme. Az ember látszólag jót tesz, de valójában többet árt, mint használ. Ezért fontos, hogy a minimál béremelés mértékéről meg tudjunk állapodni majd a vállalkozói szervezetek képviselőivel. Erre komoly esély van, mert nekünk egy olyan elképzelésünk van, ennek néhány elemét most ismertettük, amely a minimálbér emelése bizonyos mértéke fölött kompenzációt tesz lehetővé a munkavállalók számára. Tehát elviselhető keretek között fogja tartani, sőt, nem csak, hogy elviselhető keretek között fogja tartani, hanem ösztönözni fogja a munkaadókat arra, hogy bért emeljenek, mert a kormány a béremelés egy részét hajlandó az adórendszeren belül keretkezett jövedelemmel egyébként kompenzálni. Ezeket a részleteket önök mind látni fogják. A dolognak az a lényege, hogyha jól megfigyelik az adórendszeren belüli változásokat, akkor azt látják, hogy az adórendszeren belüli átcsoportosítások, azok zéró összegűek. A kérdés csak az, hogy ezt az átcsoportosítást hogy lehet úgy megoldani technikailag, hogy a pénz azokhoz az emberekhez jusson, akik az átalakításban egyébként vesztesek lennének. De megvan a technikája, hogy személy szerint hogyan jut el hozzájuk a szükséges összeg. Ennek a részleteit még egyszer mondom, kellő szakmai fölvértezettséggel a gazdasági minisztérium be fogja mutatni, amikor eljön az ideje. A részletekről, a miniszterelnök úr mondta, lefolytatunk majd egy egyeztetést, ugye ezt ki kell számolni, azt mindenképpen el kell kerülni, mondtam egy példát, ha 15%-kal növelik a minimálbért, hogy annak hatására mondjuk 5%-kal vagy 6-tal csökkenjen a vállalkozásoknak dolgozók száma. Ellenkezőleg egy másik érdekeltséget kell ebbe hozni, mivel nem bővül a piac, tehát nem nő a olyan ütembe a termelés, úgyhogy ez okozhat problémát, de a munkaadók álláspontja az az, hogy a legfőbb értéket a termelő munkás, hogy ne menjen el Magyarországról, ahhoz kell a bérét növelni, ezért a vállalkozások lehetőségeit is növelni kell, és hát a versenyképesség legmeghatározóbb tény az, hogy mennyi a társadalmi költség, ami a termelésre vetül. Ha az csökken, tehát ezért értünk egyet az állam olyan program, hogy olcsóbb legyen az állam, akkor az a vállalkozások versenyképességét, foglalkoztatást és az ország jövőjét megalapozhatja. Köszönjük szépen miniszterelnök úrnak, és köszönjük szépen elnök uraknak, hogy tájékoztatták a konzultációra a nyilvánosságot. Köszönjük a türelmet, viszontlátásra a munkát kívánok.